A megye székhely egyik legforgalmasabb gyalogátkelő helye a Búzatéri. Egy átlagos napon több ezren sétálnak át itt, a piac napokon pedig gyakran tucatnyi gyalogos is megfordul egyszerre az úttesten. Volt, aki azt mondta, kétszer is körbenéz azelőtt, mielőtt átmenne a zebrán. Mint volt régi autós, hát feltétlenül, hát unokákról meg nem is beszélek. Tehát amikor velük megyek meg, hát pedagógus voltam, úgyhogy bennem van az, hogy a gyerekekre feltétlenül nagyon vigyázni. Civil autóból nézik az átkelő helyet a rendőrök, amikor pedig épp nem a járműben ülnek, testkamerával veszik fel a gyalogosokat. A megyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott a Zebra Terv nevű országos akcióhoz. 3 napig fokozottan ellenőrzik a gyalogátkelő helyekkel kapcsolatos közlekedési szabályok betartását. Országszerte évente mintegy 1000 gyalogos gázolnak el. Általában fele-fele arányban felelősek érte a gyalogosok és a járművezetők. A gyalogosnak a gyalogátkelő helyre való lelépés előtt kötelessége is meggyőződni arról, hogy az veszélytelen. Tehát nem a telefonunkat nyomkodjuk, nem zenét hallgatunk, hanem a forgalmat figyeljük, és meggyőződünk arról, hogy nincsen mondjuk féktávolságon belül gépjármű, hiszen a fizika szabályait nem tudja felülírni a gépjármű vezetője. Nyilvánvalóan a gépjármű vezetője fokozott óvatossággal kell, hogy megközelítse a kijelölt gyalogos átkelő helyet, és mindent meg kell tennie azért, hogy megálljon, és meg is álljon a gyalogosok előtt, elengedje őket. Nyíregyházán egyre több okos zebra segíti a közlekedést, ennek is köszönhetően az utóbbi években már csökkent a gyalogos balesetek száma. A rendőrök tudják, hogy melyek a város legveszélyesebb pontjai, így ezekre a helyekre koncentrálnak. Ilyen pont, ahol most állunk, a Búzatér, a Kert utca, a Korányi Frigyes utca, a Sóstói út, tehát ott, ahol egy kiemelt gyalogos forgalom zajlik, hiszen ahol sok gyalogos van és sok gépjármű van, ugye a nagyszámok törvény alapján több gyalogos elütés is lesz majd. Ilyen például a Korányi Frigyes utcán a temető előtti rész, ahol azért tapasztaljuk, hogy elég sok alkalommal történik ilyen baleset. A razzia célja elsődlegesen a megelőzés. A rendőrök ugyanakkor a szabálytalanság súlyától függően helyszínen is eljárnak, figyelmeztetnek, bírságot szabnak ki, vagy feljelentést tesznek. Az akció csütörtökig tart.